A közelmúltban egy defibrillátort kapott ajándékba a Dunaszerdai Városi Rendőrség. Az életmentő készüléket Hájos Zoltán polgármester vette át Nagy Lászlótól, az ajándékozó Corvinus Security Kft. Vezetőjétől, remélve, hogy a napi gyakorlatban nem lesz szükség a használatára. Mégis fontos, hogy a számos rendezvényt biztosító városi rendőrség szükség esetén készen álljon segíteni a bajba jutott emberen a mentők kiérkezéséig. A városi rendőrök tanfolyamon tanulják meg az újraélesztő készülék alkalmazását. A korábbiakhoz képest bővebb programmal szervezte meg az öttagú rendezőség Dunaszerdahelyen az 5. BMW találkozót. Az eseménynek az a célja, hogy a BMW-sek egy napon, egy helyen együtt lehessenek. Szlovákiai résztvevőkön kívül német, magyar, cseh és osztrák autósok is eljöttek a gokart pályára. Több mint 230 szebbnél szebb BMW gépkocsit mutattak be. Köztük a veterán autóktól a legújabb típusig minden látható volt. Díjakat is osztottak néhány kategóriában, mint például három legszebb kocsi, autós limbo és gyorsasági verseny. Dunaszerdahelyen első alkalommal tartottak nyári Root Fitness edzőtábort egy budapesti és egy sárvári fitness stúdió szervezésében. Az Olléthelyedi Szent István Parkban 5 napon át délelőtt és délután másfél órás blokkokban egy-egy fitness edző vezetésével végezték a gyakorlatokat a magyarországi résztvevők, hogy erősödjenek és fejlődjenek. Az edzések úgynevezett nyújtással kezdődtek, majd a résztvevők 6-7 különféle pózt gyakoroltak a rúdon. Az edzések iránt három helyi jelentkező is érdeklődött a táborban, amelyet a résztvevők egyfajta Dunaszerdahely felé való nyitásnak is tartanak.